3 hónapja itt vagy Cegléden, hogy érzed magad a klubnál, hogy érzed az első NB1-es szezonon eddig egyébként, hogy alakul? Hát így a csapattal egyre jobban kijövünk, tényleg már úgy is érzem, mint egy ilyen kisebb család is kialakulna itt. A szezon úgy érzem, hogy elén a edzőmeccseken ott jobban ment, mint utána a komolyabb meccseken, de egyre jobban érzem magam, egyre bátrabban, és jobban ki tudom adni magamból. Egy győzelem, és ugye 4 vereség, idáig a mérleg. Beszélnél a vereségek és a győzelmek közötti taktikáról? Hát én úgy gondolom, hogy a vereségek között is volt olyan meccs, ahol nyerhettünk volna, sőt, szerintem 2 is. A budai farkasok elleni győzelem meg kellett a csapatnak, mindig hát így fejbe, hogy mindenki helyreálljon, de most ugyanígy a győzelmekre megyünk tovább. Hogy látod, miben fejlődhet még a csapat a jelenlegi szint, de ahogy áll, mi az, amiben mindenféleképpen előrébb tudtok még lépni, ahogy ugye halad az idén? Hát mindenképp a védekezésben, ott nagyon sokat kell javuljunk, és a hibákban elől. A sok eladott labda, sok technikaiba és a helyzeteket be kéne lőni. Megint visszatérnék rád, mit gondolsz a saját játékodban, mi az, ami itt más az NB1-ben, mint az NB1-ben, és mi az, amiben te is még előre szeretnél lépni az idén során? A tempó, a játék tempója sokkal gyorsabb, mint NB1-ben, ebbe akarok én is változni. Érzem én is, hogy nekem a gyorsaság az egyik előnyöm, úgyhogy ezt próbálom kihasználni itt is. Következik a Csurgó elleni bajnoki mérkőzés. Mit vársz ettől a találkozótól? Hát egy nagyon kemény küzdős meccset, de én úgy érzem, hogy fel vagyunk készülve, mint taktikailag, mint erőlétileg, úgyhogy fel tudjuk venni velük a versenyt.